dokumentumfilm, ismeretterjesztő film vagy rövid film, ezekben a kategóriákban lehetett nevezni a nemzetközi népismereti film szemlére, amelynek idén is, mint az előző 5 évben egyaránt Sztána adott otthont. A szervező ugyanis a Kós Károly fia, dr. Kós Károly néprajztudós emlékére létrehozott közhasznú alapítvány, amelyet Kós Béla és felesége Pap Andrea hozott létre. Szabó Zsolt irodalomtörténész már a kezdetektől ott bábáskodott a fesztivál megszületésénél, idén is zsűritag volt, őt kérdezem a továbbiakban. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Kés csókom, örömmel jöttem. Beszéljünk akkor egy picit a fesztiválról, ugye nem olyan régen járt le, augusztus 30-a és szeptember 1-e között zajlott ez a néhány napos fesztivál nagyon-nagyon sok rendezvénnyel. Beszéljünk először a filmekről, milyeneknek tűntek a filmek idén? Hát én őszintén az idén vettem először részt magában a zsűri munkájában is. Eddig csak nézőként néztem, most egy kicsit nehezebb volt, mert az ember akkor kell pontozzon, kell mérlegeljen, mert hogy elvárták, hogy véleményt is alkosson rá. Én nekem lehet, hogy elfogultak, de nagyon tetszett. Az volt az érzésem, hogy ugyan számbelileg lehet, hogy valamivel kevesebben jelentkeztek, de tartalmában mindenképpen nagyon magas színvonal, nagyon jó filmek, rövid filmek is, meg életmű filmek is készültek, és hát én nagyon meg voltam elégedve. Azt mondjuk ugye, hogy nemzetközi filmfesztiválról beszélünk, pontosan honnan jöttek alkotások? Hát ez az eddigi gyakorlatnak megfelelően is, a lényegében az egész Kárpát-medencéből jönnek, értelemszerűen elsősorban erdélyi témájú filmek érkeznek, azon kívül viszont magyarországi, felvidéki, délvidéki filmek is, még olyan is volt itt a mostani filmek közé is, ami ugye Magyarországon készült, de Franciaországban is forgattak, mert hogy egy okszitán lelkes zenerajongó volt a főszereplője. Ugye a tanár urat itt irodalomtörténészként mutattam be, de hát ugye Kalotaszeg, Mezőség nagyon jó ismerője, Sztána nagyon jó ismerője, ugye a tenyerében van az egész Sztána, mint olyan. Milyennek tűntek a filmek ilyen vonatkozásban, helyismeret vonatkozásában, néprajzi vonatkozásban akár? Tehát mit lehet elmondani róluk, mit tettek az asztalra, mi volt terítéken? Hát már különböző műfajok is voltak, nagyon érdekes volt például, az, ez már évek óta rendszeresen jelen van Vargyasi Levente a dokumentum filmjeivel, korábban a szénégetőkről, a vályogvetőkről, a mészégetőkről, most a kerekesekről, egy kerekes portrét készített, nagyon tanulságos volt, hát persze volt benne egy kis nosztalgia is, mert a végén azért csak látszik, hogy autó, levedlet autókerékkel vágtat ma azért az a kevés fogat, ami van, de nyilván van egyfajta reneszánsz azért a hintóknak a városnézésbe, vidék nézésbe azért csak-csak használják még, tehát biztos, hogy szükség lesz még, ha nem is olyan sok kerekesre, mint amilyen gyakori a kerekes név maga ugye a magyarban, de mindenképpen kell azért, és nagyon jól dokumentálta. Azon kívül pedig hát ugye a néptánc bűvöletében éltünk mi fiatal koromban, és nagyon jól esett most például visszatekinteni arra a kezdetére. Két film is foglalkozott a kezdetekkel, illetve hogy hogyan épült be a magyar kultúrába, épült be újra ugye a már-már elfeledettnek hitt néptánc kultúra, és ráadásul egy nagyon érdekes a belső közösségteremtésben, illetve a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében is, hogy milyen fontos szerepet játszott, hiszen adott esetben franciaországi visszhang, japán visszhang is, mint kiderült, azért volt, és hát jól esett látni azokat az ifjú táncházasokat a fiatal korukban, hogyan is néztek ki, ugye a 70-es éveknek volt ez a nagy mozgalma. Itt részben a tanár úr már válaszolt is a következő kérdésemre, hogy mekkora és milyen a létjogosultsága az ilyen jellegű filmes alkotásoknak manapság a 21. században? Hát nyilván nagy tömeg nézőre nem lehet
számítani, viszont mindenképpen egy bizonyos réteget megcéloz, és tekintettel arra, hogy az látszik, hogy azért van az emberekben igény. Egyrészt van, aki egyfajta retróként éli ezt meg, tehát az idősebb nemzedék, ugyanakkor viszont a fiatalabb nemzedéknél megfigyelhető az, hogy nagyobb érdeklődéssel fordulnak a hagyományok iránt, a természet iránt, a különböző túlélési stratégiáiknak a kialakításakor. Bizony ez is fontos szerepet játszik. Én nem azt mondom, hogy 100 000 számra fogják nézni ezeket a filmeket, de én szerintem ugye ezek a kis csoportos vetítéseken, illetve még az ilyen zárt körű találkozókon is biztos, hogy nagy érdeklődést fognak kiváltani. És még mielőtt felvezetném a következő összeállításunkat, amelyet a film szemlén a filmezett kollégám Messzig József, és amelyből ma riport készült, előtte hadd említsük meg a neveket is. Az első helyezett a Keleti szél a film című alkotás, vagy az ember, aki átjár a falon, rendezője Szomjas György. A második helyezett a Kerekesek film, amit ugye itt a tanár úr is említett, a rendező Vargyasi Levente, és a harmadik helyezett a Zsura című film, a rendező Stanó Hédi. Gratulálunk a nyerteseknek. Az augusztus 30-a és szeptember 1-e között lezajlott 6. nemzetközi népismereti film szemlének számos mellékrendezvénye is volt. Az idén 100 éve született dr. Kós Károlynak állítottak emlékplakettet, megkoszorúzták idős Kós Károly szobrát, meglátogatták a Varjóvárat. Vegyük akkor sorjába, ugye itt Szabó Zsolt tanárúrral folytatom a beszélgetést a stúdióban. Dr. Kós Károly centenáriumot ünneplünk idén. Nagyon röviden Dióhéjban ki is volt a dr. Kós Károly. A két név nagyon összecseng, különböztessük meg az időst a fiataltól. Igen, hát nem olyan nagyon nehéz egyébként, az ember csak akkor jön zavarba, amikor ugye hát azért Kós Károly az apa, ő maga is azért foglalkozott néprajzi kutatással, de nem olyan mélységig. Tehát amikor néprajzról van szó, azért akkor értelemszerűen elsősorban mégiscsak dr. Kós Károly, a néprajztudós neve ugrik be a szakértők számára mindenképpen, és hát lassan az az érzésem, hogy hozzászokik ehhez a nagy közönség is. Én egy kicsit még visszább lépnék, ugyanis egész véletlenül úgy adta a sors, hogy ezelőtt 40 évvel én készítettem azt az interjút, amikor ő nyugdíjba ment, mert akkor még 60 évesen mentek nyugdíjba az emberek 79-ben, ami hát egy kicsit ilyen visszatekintő jellegű is volt, ahol elmondta, hogy tanult, ugye itt Kolozsvárt, amikor az egyetemen beindult a néprajzos képzés 1941-től kezdődően, de a néprajz mellett azért ő felvette a történelem és a földrajz szakokat is, mert hogy fontosnak tartotta a népi kultúra tanulmányozásához, és hát éveken keresztül ő nem csak kutatással, hanem oktatással is foglalkozott. Tehát az egyetemen, a Bolyai Egyetemen közel 15 esztendeig foglalkozott vele. Foglaljuk egy picit azt is össze, ugye, mint említettem, emlékplakettet lepleztek le az ő tiszteletére, az ő emlékére. Kik voltak jelen, és mi hangzott el róla? Hát egy nagyon szép portrét készített a régi iskola falára Gergely Zoltán, aki a Kós Károly mellszobrának is alkotója, ami kinnál a piac téren. És hát mindenképpen megérdemelte dr. Kós Károly lévén, hogy ő maga a Stána szülöttje, ugye Kós Károly az édesapa, ő választotta magának Kalotaszeget, mert hogy sokat járt innen, a feleségét is onnan választotta, de mind a négy gyermeke ott született, Stánán a Varjúvárban, és ott nőttek fel. És hát én azt mondom, hogy a mesebeli harmadik királyfi, ugye az viszi a legtöbb, bár vitathatatlan, hogy híres, neves szobrászművész
ugye volt Kós András, és a mezőgazdasági szakíróként és oktatóként Kós Balázs a legnagyobbik is nevet szerzett magának, Kós Zsófiára pedig mi kolozsváriak mind emlékszünk, hogy néhány nagyon remek színházi szerepére. És hát azért dr. Kós, ő aztán tényleg nem csak, hogy kutatta, de módszeresen fel is tárta Kalotaszeg, aztán a szomszédos Szilágyság, de Erdély, és hát tulajdonképpen ő neki az egész magyar néprajzhoz volt hozzáértése, rálátása, tehát nem szűkült be, és ami többletet tudott ő hozni a néprajzosokkal, a máshol élő néprajzosokkal szemben, az az volt, hogy ő ugyanakkor román kutatásokat, de száz vidéken is kutatott, sőt a cigány folklort, és még a kisebb népeket is, tehát a huculokat, a máramarosi cipszereket is. Tehát azért mondom, hogy ő tényleg a maga valóságában és teljességében még kutatni tudta. Mennyit és lehet mutatta. Mindebből látni, tanár úr, abban az emlékszobában, amelyet ugye Sztánán hoztak létre az ő emlékére, tiszteletére, mert hogy kiállítás most így Erdély szerte a centenárium kapcsán létezik, a Kolozsváron itt az Erdélyi Néprajzi Múzeumban is zajlik még, hogyha jól tudom, 9-éig látogatható a dr. Kós Károly emlékkiállítás, de beszéljünk a sztánai emlékszobáról. Mi minden található ott? Hát ott tulajdonképpen ami érdekesség az hát a kalotaszegi vonatkozású, a Népi Földművelés Kalotaszegen című doktori disszertációjának az illusztrációs anyagából rollapok. Van egy nagyon szép női viselet, illetve most az ünnepségre elhozta Vargyasról Sütő Levente, akinek a neve talán ismert, ugye abból a híres bútorfestő dinasztiából származik, hozott bútorokat is, pontosan azért, hogy mutassa be, hogy milyen élő kapcsolata volt dr. Kósnak a mai emberekkel is. És hát azon kívül én még megemlíteném az Ilahi kiállítást, ahol a désházi fazakasoknak a legteljesebb bemutatása, lévén, hogy ő maga írta a monográfiát, de most sikerült Szabó Attilának összeszedni a Magyar Néprajzi Múzeum illusztrációban őrzött képeket is kiállította, de a helyi gyűjtőktől, úgyhogy a maga nemében ez is páratlan bemutatkozás. És hát aztán az, hogy ott most abban a volt iskolában, mert sajnos gyerek már nincs, de a két szobát erre fel tudják használni. Van egy Kós Károly emlékszoba, van egy dr. Kós Károly emlékszoba, és most már van ugye annak a falán ez az emlékplakett, és hát ott volt nem csak az alkotója, nem csak a dr. Kós Károly néprajztudós alapítványának az elnöke, hanem a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek az elnöke, Szász Jenő is, és hát ők támogatták ezt a szemlét, illetve mindenképpen a támogatók között még a Bethlen Gábor alapot és a Kommunitás alapítványt is emlegetjük, mert hogy nagyon hathatósan támogatták, és évek óta biztosítják a filmszemlének a zökkenőmentes lebonyolítását. Működését. Engedje meg a tanár úr, hogy kitérjek arra is, hogy a Varjóvárat is kinyitották egy részét a Varjóvárnak, aztán elmeséli a tanár úr pontosan, hogy miért csak egy szobáját, de hogy amikor turista megy sztánára, látogató megy sztánára, nem mindig tud bemenni a vár, vagy többnyire azt hiszem inkább zárva van a Varjóvár. Most egy filmezés erejéig, egy néhány fél óra erejéig kinyitották a Varjóvárat, milyen okból? Igen, hát nagyon sűrű volt a program, ezért tulajdonképpen csak egy kis látogatás volt a szülőháznál, és hát átjöttek egy rövid könyvbemutatóra, még a Szent Imrei házba is, a szomszédba, de az a helyzet, hogy maga a Varjúvár pillanatnyilag nem lakott, tehát a négy család, a négy gyermeknek a leszármazottai használják, és hát egy-egy jeles alkalomkor éppenséggel megnyitják a látogatók egy nyílt múzeumi napokon, vagy volt egy kis megemlékezés még a toronyban is egyik évben, és korábban most nem fért ez bele, de például nagyon érdekes volt, hogy a Varjúvárnak a falára vetítették ki
legelső alkalmakkora a Kós Béla és Somogyvári Rudolfnak a Nagyfa árnyékában című Kós életrajz. Amelyet most filmet. A napokban ugye a Györkös Mányi Albert emlékházban is láthatott a nagy közönség. Igen, az volt, és hát különleges hangulata van annak, amikor a Varjúvár falán ott látja a képeket, de volt még tavaly is egy Kalotaszegről készült film, amit ott vetítettek. Most egy kicsit összezsúfolódott minden, úgyhogy lényegében csak be lehetett kukkantani abba a részbe, ami a Dr. Kós Károly része, illetve az ő leszármazottai használva. Értem, és ugye nem mehetett tovább a tömeg sztánáról, anélkül, hogy fejet ne hajtottak volna idős Kós Károly mellszobránál. Néhány gondolatot arról a Momentumról is, templomozás után odavonultak ki fejet hajtani, koszorúzni Kós Károly szobrához. Hogyan őrzi a film szemle idős Kós Károlynak az emlékét? Hát tulajdonképpen egy ilyen tisztelgés az, és mondjuk itt értelemszerűen azért elsősorban mégiscsak a néprajzos Kós, Dr. Kós Károlynak a munkásságán van a főhangsúly. Nem véletlenül augusztus utolsó napja, mert ugye augusztus 31-én született sztánán, tehát éppen most volt a centenárium. Lehet, hogy ezt majd át fogják valahogy szervezni, mert a nagy közönségnek nem a legjobb ez, mert vagy még nyaral, vagy már az iskolai évre készülve, ugye az utolsó pillanatokat használja ki, tehát azért lehet, hogy egy kicsit majd módosulni fog. A diákságnak és a szakembereknek a minél szélesebb körű bevonása érdekében is. Értem, és két percünk maradt még a beszélgetésből, és egy-egy perc erejéig bemutatnám azt a két könyvet, amit a tanár úr magával hozott, mert hogy könyvbemutatóra is sor került. Sztánán meséljen egy picit erről is. Igen, hát beindítottuk mi a Sztánai Füzetek sorozatot. Ez, amit a kezébe tart, az a 1912-ben megjelent Kalotaszegnek a Hasonmás kiadása. Ezt Kós Károly szerkesztette, a régi sztánai állomás volt a kiadóhivatal, és hát ennek a Hasonmás kell kiegészíteni, mert hogy megjelent korábban Buzás Pálnak a gondozásában a régi, az 1890-91-es, és az új, az 1990-2006 közötti Kalotaszegnek a, így akkor most már teljes a három sorozat, hozzáférnek az emberek. Amit pedig szintén fontosnak tartottunk, az Dr. Kós Károlynak a néprajzi doktorátusát jelentette, ez a Népi Földművelés Kalotaszegen című dolgozat, ami 1944-ben itt Kolozsvárt védte ő meg, és hát az a szerencse, hogy azért fennmaradt egy példány, és akkor annak alapján sikerült kiadni, hát nem Hasonmás kiadás ez természetesen, mert intézeti kiadványként Debrecenben már korábban megjelentették, de itt mi nálunk tulajdonképpen ismeretlen volt. Ezért is mennyire kellett. Szakszöveg, vagy mennyire tudják a laikusok is Ez nagyon, nagyon érdekes, és ha valaki ismeri, mert én nekem is magamnak egyik kedvenc könyvem volt, a Mihez kezdjünk a természettel címmel megjelent, lényegében a hagyományos tájszemlélet, a túlélési stratégiák, és hogy az ember egy szám bicskával mi mindenre képes a természettel, ha segíti, ha ismeri, akkor értelemszerűen otthon érzi magát benne, és lényegében egy ilyen ismeretterjesztő alapkönyv ez. Nagyon szépen köszönöm Szabó Zsolt tanár úrnak, irodalomtörténésznek, hogy bejött és mindezekről beszámolt. Nagyon szép esemény volt, így a képek is mutatják, úgyhogy gondolom, hogy mindenki elégedetten távozott. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szépen.